A LIDER térségek közötti együttműködés keretében megvalósult lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén című projekt záró eseményét tartották meg március 3-án Kétpón. Mit jelent a térség számára ez a projekt? A térség ezzel be tud kapcsolódni a nemzeti lovas túraútvonalba. Minősítésre kerültek szolgáltatók, lovastúravezetők, szálláshelyek, tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Fölkerültünk egy olyan térképére a turizmusnak, amin eddig nem voltunk rajta az egész térség, és én abban bízom, hogy ezt ki is fogják használni a települések. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a térségben Kétpó település kapott először lovasbarát település minősítést. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog nekünk, és abban bízom, hogy minél több település fog részt venni ilyen elbírálásban, minél több település fog részt venni azokon a tanfolyamokon, amiken meg lehet kapni ezeket a minősítéseket, aminek kapcsán lehet majd lovas turistákat fogadni. Miért fontos a térségek közötti együttműködés, ez milyen hatással lesz a jövőre? Hát nyilván, amikor ide érkezik egy lovas turista, akkor nem csak a környéket szeretné látni, hanem elindul egy hosszabb útra, és akkor a térség együttműködésében több turistaútvonalat tud megtekinteni, több helyet tud megnézni, ráadásul több érdekességgel is találkozhat. Ami meg a mai programot is mutatja, a térségek között összefogással sok tapasztalatot adhatunk át egymásnak, megtaníthatjuk egymást arra, hogy hogyan kell ezt a fajta turizmust művelni, és ráadásul pályázni sokkal könnyebb nyilvánvalóan ezekre a dolgokra, hogyha a térségi összefogásban működik ez. Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén című projekt záró rendezvényét tartották meg a mai napon Kétpón. Mi volt a célja a projektnek? A projektnek a Kincsem Nemzeti Lovas Program egy speciális magyar modell, egy lovas turizmusban speciális magyar modell létrehozását célozza meg, egy olyan átlovagolható Magyarországot, ahol lóháton a turisták sok minden más turisztikai szolgáltatást igénybe véve töltetik az idejüket. Egy kiemelt területe volt ez a kétpói rendezvény a Nagykunság Lídernek, mert 10 ilyen mintaterületen a Kincsem Nemzeti Program gyakorlását végeztük el, megcsináltuk mindazokat az elemeket, amik ahhoz szükségesek, hogy a nemzetközi piacon korábban vezető szerepet betöltő Magyarország újra visszanyerje és pozícionálja magát ezt a vezető szereppel. Hogyan sikerült megvalósítani ezt a projektet? Különböző képzéseket is szerveztek. Ugye több eleme volt a projektnek, az egyik rögtön az volt, hogy képzést indítottunk azoknak a lovas és nem lovas vendéglátóknak, elmondtuk, hogy mi az, amikor lovas turizmusban létre kell hozni valamilyen terméket. És ezt először egy tudástranszfer keretében a Cserhátalja LIDER területén Vanyarcon mutattuk be. Ők jöttek oda, ott megmutattuk, hogy hogyan készítünk fel lovakat, hogyan vezetünk le lovas túrát vagy tereplovaglásokat, és azt is bemutattuk, hogy mit kell tenni egy lovas vendéglátónak, aki nem lovas, de a lovas vendégeket kiszolgálja. Aztán ezt követően elkészült a területen egy lovas útvonalhálózat, amit most már a mai modern eszközökkel térkép mellett digitálisan is fölmértünk. Fölmértük a szolgáltatókat, fölmértük az istállókat, csináltunk egy adatbázist arról, hogy kik azok, akik ki tudják szolgálni különböző szálláshelyel, étkezéssel a ideérkező lovasturistákat. Minősítettük azokat a szálláshelyeket, amiket mi úgy gondolunk, hogy lovasbarát szálláshelyként hát el lehet ismerni. Ezen kívül fényképek, egy vonzerőleltárt készítettünk a területről, hogy mik azok a jelentősebb dolgok, amelyek ide csábíthatnak egy turistát, és egy fotótár is készült erről a dologról, illetve készült 3 darab kisfilm, ami felhívja a figyelmet a lovastúra lehetőségekre a területen. És hát mindezeket együtt összeállítva egy nagyon fejlett és korszerű informatikai portál készült, amivel a szolgáltatókat a piacra el tudjuk majd juttatni. Kiépült egy korszerű digitális rendszer is, ez mennyiben segíti majd a lovas turistákat? Én nem vagyok informatikus, de én azt gondolom, hogy ma annyira megváltozott a világ, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy bárki, az utazás már megkezdődik azelőtt, mielőtt az ember elindult. Tehát rá fog nézni egy térségre, van. Mostani kutatások szerint azt mondják, van 15 másodperce arra, egy szolgáltatást igénybevevőnek, hogy ott marad-e azon a honlapon, ahol éppen
amit éppen keres. Megpróbáltunk összeállítani egy nagyon komoly szakértő csapat kivételével, közreműködésével egy olyan portált összeállítani, ami alkalmas arra, hogy ezt most már a mai kor követelményeinek megfelelő informatikai eszközökkel is közvetíteni lehessen a szolgáltatók, az igénybevevők felé.